Ezek a hangok, ez a sok doboz, és Normannek a szekrénye, és valaki ezt itt kiütötte. De miért vajon? Kapcsoljuk, bekapcsoltál, bekapcsoltál, remek. Nézzük, mi van ezen a szekrényen. Van rajta egy hammer, azaz egy kalapács. Hát vegyük el. Hát... elvettük. Nézzük, ez mi. Ó, egy mágnes kártya. Az jó. Azzal kibírom majd nyitni azt a zárt ajtót. Na? Na! Azért. És... na. Ott volt még valami a sarokban? Nem. Úgy hallom, hogy van áram. Próbáljunk meg kijutni. Bár mindenek előtt nézzük meg azt az ajtót, hogy mi van. Ha már megtaláltuk a mágnes kártyát. Oké. Ó, itt is el van zárva. Viszont, amivel találtam ezt a... mi az? Hammer kalapácsot, szétbírtam szedni. Nézzük, mi van itt bent. És... itt van az én szekrényem. És egy kép Rachelről. És egy csomó alkoholos üveg. Oké. Okay. Hát ezzel olyan nagyon sokra nem mentem. Irány lefelé, nézzük meg a mágnes kártyás ajtót. Utána meg húzzunk el innen. Milyen gyorsan csak lehet. Itt volt egyáltalán a mágnes kártyás ajtó? Ja, itt van. Nézzük csak, kinyitja-e? És? Kinyitotta. Remek. Nézzük. És valami ventilátor cuccnak a helye. Hát... azt, hogy nem látok másik lehetőséget. Az ajtó. Valami... nem ugrok le. Oh shit. Oké, okay, hát akkor ugrunk. Remek. Ajjaj. Pokol olyan fáj már a lába szegénynek. Itt van valami a földön. Egy levél. Hát nem nagyon tudom, hogy mi van ráírva, de próbáljuk meg. Need to. Just don't. Drinking need Norman. Kinek írt Norman? És mi az ott az ajtó? Nézzük, kijutunk-e. Ó, hát kijutottam a gyárból. Ez remek. Viszont... mit csinált az a őr? És mi van Normannel? És ki csinált ezt az egészet? Nem tudom. Ezt még ki kell deríteni, majd Norman segít. Úgyis itt van közel a kis boltja. Oda ellátogatunk. Hát ha most már kapok válaszokat, de tényleg... kellenek a válaszok. Ó, 60-nal szabad menni. Hát nem tudom, hogy fogom én ezt betartani. Állj már, megint ilyen utat kell választani. Oké, akkor erre nem megyek. Vagy most jöttem ki a gyártól. Új, ez a hang úgy hiányzott már. Ó, itt egy szemetes. Ó. Hát ez még büdösebb, mint a többi. De hát... itt van benne a jogosítványom. Hogy került ez ide? Persze, hogy elvettem. Hát...
Oké, de hogyha van jogsim, meg minden, hol az autóm? Van egyáltalán autóm? És elkezd esni az eső? Remek, mindegy. Úgy néz ki, hogy itt egy ház. Ó, hát ez itt Norman háza. És a kis boltja. Itt is nagyon nagy csönd. De legalább az esőtől védve vagyok. Nem megyünk még ki. Persze, itt vagyunk, más házában nézzünk szét. Mi volt ez a hang? Na. Ó, itt egy Jackie. De hát ez Rachel-é. Mi csinál ez itt Normannál? Rachel. Vagy... Ó. Itt egy csomó vadász puska és sörétes. És még egy néhány cucc, de... Azt hiszem, hogy ezek itt legálisak, tehát ez nem baj. Viszont valami üres, méghozzá hiányzik belőle egy pisztoly. Várjunk, hogyha az a pisztoly Normané, akkor mit csinált ott vele? Viszont idéllik a pisztoly, úgyhogy tegyük vissza. Nem tudom, bár Normannel még bajok lehetnek. De egy én visszatettem, tehát nálam nincsen pisztoly. Ha hallom a tévét, keressük meg, akkor itt lesz no... Ne. Haz... Ne. Csak ne Rachel legyen. Ezek a tévé. Hát nem igazán kap csatornát. Ó. Mégis nem Rachel, de Norman. Mi történt veled? Mindig tiszta vér. És... Mit csinált Norman itt Rachel-vel? Miért van itt nála a kabátja? Mindegy, hát csukjuk be a szemét. Mégiscsak úgy illik egy halotthoz. Nézzük tovább. Hát ha kitalálom, hogy mi volt itt. Nagyon szépen tiszta, de két személy részére van terítve. És hát nem terítve, hanem kettő pohár volt. Kutakodjunk a szemétbe, persze. Ó, hát találtam egy hajtűt. Hát, nem tudom, ti hogy vagytok vele, de szerintem az nem Normané volt. Viszont mit keresett a kukában? Ez a tévé kicsit idegesít. Na de most, Norman és Rachel együtt. Na de... Na várjunk csak, hát Rachel neve fent volt egy listán. Ó, ez meg be volt zárva. Mindegy, kinyitottam. És úgy néz ki, hogy a bolt maga az tiszta. Úgyhogy nézzük körül. Viszont Rachel sokat járt ide. Egyre több ok. Nézzük csak, hát ez üres. Úgyhogy ezzel nem sokra megyek. Tehát gyanakszom, hogy itt volt köztük valami. Ez meg ki van húzva. Az ennek mi értelme van? Nézzük csak posztkárdok, mi ez, képes lapok. És van egy fekete fehér fotó a víztoronyról. Régen sokkal jobban nézett ki, mint most. Össze volt firkálva, most. Tehát nézzük csak, normál halott. Nem tudom, hogy miért. És azt se tudom, hogy ő most csak egy áldozat. De hát végülis az ő pisztolyát találtam meg. De nem tudom, mindegy. Nincsen messze mára. Otthon. Menjünk haza. Csak az a rohadt eső. Nézzük, ez az én házam? Nem. Hát igen. Hopp, egy rádió. Vagy mikro, vagy tévé. Na, ez se az enyém. Nap, ez az enyém. Nem lehet tovább menni. Oké. Okay. Akkor nem. Mik ezek a tévék vagy rádiók? Miért dobja ki mindenki? Na, no, hát egy postaláda. És hát van benne egy levél, szedjük ki, olvassuk el.
Nem volt feladó, viszont Normannek írták. Nézzük csak. Stay away, she's mine. Azaz maradj távol, ő az enyém. Nincsen aláírás. Hát ez is zárva van. Na, hát valahol csak itt lakok. Ott volt valami vér. Hát. Akkor azt a vért már nem nézem meg. Ott is van vér. Visszatartottam a lélegzetemet is, annyira meg voltam rémülve. És meg is vagyok. Nagyon nagy csönd. De miért? Csak a saját lélegzetemet hallani, halljátok? Mindegy, nincsen áram. Ó, hát egy asztal. Talán tegnap lehetett, akkor utoljára én itt ebédeltem, ami igazából reggeli volt. Ó, itt egy ajtó, ami zárva van. Hova tettem én azt a rohadt kulcsot? Ó, levelek. De mióta? És Rachel miért nem vette föl? Lett számlák. Számlák, nyissuk ki. Ó, hát azt mondja, hogy nem fizettem, tehát kikapcsoltak valamit. Mi történt? Ez meg zárva van. Oké. Akkor Rachelnek valahol itt kell lennie.